Március első hétfőjén meccési bemutatóra gyülekeztek a kertbarátok Karácsony Attila udvarában. A hideg időjárás ellenére szép számmal érkeztek az érdeklődők. Molnár Ferenc a Várpalota Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület elnöke köszöntője után Salla Jenő kertészmérnök a szőlőmetszését mutatta meg. Tehát elkezdem megnézni az ilyen veszőket, és hát nem él. Teljesen szépen, ugye, meg lehet állapítani, hogy itt se él. Tehát ez a legelső, hogy ezektől a veszőktől a tél bármelyik pontján meg lehet szabadulni. Utána jönnek azok, hogy ezt a kart már meghagyhatnám, ha élne. De hát nem él. Ezért ez a letermett karnak minősül. Látjátok, még most se él. Letermett karnak, ezek semmit nem jelentenek. Itt látom, hogy van két rügy, ami megindulna, de az sem biztos. Nem. Egy kicsit zöldebb már, de nem. Tehát valójában ettől a letermet úgynevezett tavalyi karttól megkezd. Tehát ezen a veszőn kell elgondolkodni. Következő kérdés az, hogy ezt én milyen hosszú hagyom. Csak ezen mondjuk, hogy milyen hosszú hagyom. Na most helyen van. Hogy fogom tekerni? Mert ugye ezt rögzíteni kell. Innen jön ki a hajtás rész. Mindig, ha lehet, rá. Mindig rá. Tehát soha nem így is csinálhatnám, de megfeszül, és letörhet. Most ugye még rideg állapotban van, ha egy kicsit léve lenne, sokkal bátrabban dolgoznák vele. Tehát, ha lehet, ráhajtjuk. Így, és így kötöm le. Mindig a végponton kezdem a kötözést, csinálhatok nyugodtan egy ideglenest is. Én most megmondom őszintén, hogy ez már egy erős tőnek számít, ezt én bátran merném terhelni. Tehát ezt már bátran mernék rajta vigyát hagyni, de ezeket az oldalhajtásokat, mivel ezek megint nem értek be, mind maradéktalanul rügy nélkül eltávolítom. Ha ez ki akar jönni, akkor itt látjátok a tövibe, ez egy ilyen félig alvó rügy, az fog rövid csonkon kijönni. A gyümölcsfák metszésénél több szempontot is figyelembe kell venni. Ez egy elhalt moniliás hajtás. Ez már a moniliáról beszéltem nektek, hogy ez a fának a háncs részébe és a fás részébe terjed. Gyakorlatilag hiába permetezem a növényt, mivel bent van a fába meg a háncsba, ezért már nem tudsz csinálni semmit. Ezért van az, hogy moniliá ellen mindig virágzásba permetezünk. A másik meg a felsősülősítésre, mindig, ami itt van. Itt is csak azt tudom mondani, könyörtelennek kell lenni. Tehát nem kell gondolkodni. Minél kevesebb bemenő hajtást meghagyni. Könyörtelen, és akkor itt ezeken a részeken kell meghagyni, azt össze-vissza mennek az ágak. Itt kell meghagyni azokat a részeket, amik majd teremni fognak. Most látszik rajta, hogy hol lesz a virág. A duci rügyekben. Tehát ahol duci rügy van, ez a vastag, nagyon erős rügy, meg is van már egy nagyon picit indulva, ott mindenhol virág fog lenni. Nem, nincs jelentősége a befelé össze-vissza álló termőnyás. Termőnyás. Nagyon cseresznyén inkább. Ez is egy elhalt moniliás rész. Termőnyás. Tehát bátran kell használni a metszőlót, szeretném hangsúlyozni, nagyon bátran kell használni a metszőlót. Nézzétek meg, hogy mennyire megszabadítottam ezt a sok ide-oda álló ágattól ezt az ágrészt. Tehát valójában
csináljunk egy tisztaságot, levegőt. Ez is egy... Az is monéliás. Igen. Szabad bátornak lenni, amikor metszünk? Mennyire kell félni, hogy elrontjuk a fát vagy a növényt? Gyakorlatilag, aki már többször metszett, és foglalkozott fászáru növényekkel, az bátran nyúlhat a metszőollóhoz. Nagyon fontos az, hogy legyen elképzelésünk. Ha mindig ugyanaz az ember metszi a fát, az tudja, hogy jövőre mit akar levágni, mit vág le most, és szabályozni tudja a korona alakját, ebben szabályozni tudja magát a növényt, mekkora helyet foglaljon el a kertbe, mi lesz alatta, akar-e alatta termeszteni, kisebb koronát nevel, van-e gyerek a háznál, akarja-e, hogy születeljen a gyerek, elérje a földről. Tehát ennek megfelelően metszőollóval gyönyörűen lehet, főleg aki fiatal fákat ültetett, gyönyörűen tudja szabályozni a fának a koronáját. Miért kell metszeni? A fa nem tudja önmagától, hogy mi lenne a helyes, merre kellene nőnie? Nem tudja. A fa az természetes koronatípusok vannak. Ha az erdőbe megyünk, meg lehet állapítani, hogy koronáról, kopasz koronáról, hogy ez milyen tölgy, ez hársfa, ez gyertyán. Ugyanígy az összes gyümölcsfának szabadállásban megvan a koronája. Tehát, hogyha elhanyagoljuk, az magától létrehoz egy koronát, a messziről megnézzük, de ez a korona már nem függ össze a terméssel. És a metszésnek egyik nagyon fontos szerepe a termésnek a szabályozása is. A különböző típusokat különböző módon kell metszeni, vagy pedig mindegyiknek van egy alapelve? Alapelv mindenképpen van. Tehát a kialakított korona forma. Az ugye kell, hogy megfeleljen a gyümölcsnek, a gyümölcsfajtának, meg megfeleljen az én elvárásaimnak. Öreg vagyok, nem akarok fára mászni. A szőlőben régen nagyon magas fákat neveltek, cseresznyefákat, hogy alatta meg tudják művelni a szőlőt. Fölmásztak, leszették a cseresznyét. Ma az az elvárás, hogy földről tudjam, vagy létráról tudjam szedni a szeret. Tehát a metszés, a korona kialakítás az egy nagyon fontos művelet, és mindenki ezért mondom azt, hogy bátran saját igénye szerint csinálja meg. A szőlő metszése ettől különbözik? A szőlő a többi fás növényhez képest egy lián növény. Idézőjelben mondom, futó növény. Tehát vadonba, föl tud, elhagyott szőlőkbe, fölfut 3, 4, 5, 6 méter magas fákra, és ott terem. Ezért ennek a metszése teljesen mást követel. Le akarom hozni szintén testközelbe a szőlőt, és meg akarom ezt a futó képességét kurtítani a metszéssel. Tehát magyarul szabályozni akarom, hogy ne menjen el a végtelenségig. Rengeteg kísérlet volt azzal kapcsolatban, hogy nem metszem a szőlőt. Megnehezítettem a növényvédelmet, mert dzsungel lett, ugye egy nagy futó halmaz lett, dzsungel lett, rengeteget termett, de a rengeteg termés keves, rosszabb minőséget adott. Ugye a végtermék mi a szőlőnél, általában a csemege szőlő kivételével a bor, tehát magyarul kevés volt a cukor beágyazódás a növénybe, rosszabb minőségű borok keletkeztek. Ezért ezek a kísérletek mind, ami a metszéssel kapcsolatban, a elhanyagolt metszéssel kapcsolatban felmerültek a hozam érdekébe, hát nem alkalmazzuk, inkább metszük. Most egy metszési bemutatón voltunk, ahol elmondta az alapokat. Az emberek általában, akiknek kertjük van, növényeik vannak, fájuk van az udvarban, honnan tudják, hogy hogyan kell metszeni? Ez talán apáról fiúra száll? A metszési módok régen is tájkörzetekre osztották nem csak Magyarországot, hanem a világ összes részén, ahol gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. Mindenhol a közösségekben kialakultak metszési módok, és minden kultúrában egy-egy, akár egy Erdély, akár egy északi országrész, akár nálunk Alföld, akár egy Balatonfelvidék, különböző metszési formák alakultak ki.
szeretném hangsúlyozni, mint minden kertészeti művelésbe, a meccésnél is a tapasztalat az egy nagyon fontos, és a megfigyelés. Nagyon megfigyelés. Nem véletlenül csinálták másképp, meccelték a Sopronba, mint ahogy csinálták Badacsonyba, vagy csinálták a budai hegyvidéken, vagy az Alföldön, Solt környékén, vagy akárhol máshol. Mindenhol másképp meccettek, Móri borvidéken, teljesen más meccésre. Ma, amikor ugye elindultak nem mondanám azt, hogy nagy üzemi termesztések, de amikor már 5-10 hektárba beszélünk egy boros gazdánál szőlőnő, itt már technológiák, mondom a szót még egyszer, technológiák vannak kialakítva, ami az ültetéstől egészen a kivágásig legöveti a munkaműveleteket, egy szőlőbe, egy gyümölcsösbe, bármiről beszélek, egy zöldségtermesztésbe, egy szabadföldi levendulatermesztésbe. Tehát mindenhol vannak technológiák, amiket tudatosan betartanak, mert tudják a végeredményt. És nagyon ritkán fordulnak elő, előfordulnak olyat, hogy valaki rájön valami módszerre, megint a megfigyelés, rájön valami módszerre, és akkor azt mondja, hogy na, most megváltoztatjuk a technológiát. És ez a meccésre is igaz. A szálvesző az azt jelenti azt, hogy egy fiatal vesző szinte teljes hosszában megszületesen. Tehát például ez egy fiatal vesző, ezzel az égen itt visszalágom, mert virág van rajta, ezt letisztítom. Ez mindegy éves vesző. Ez így, ahogy van, meghagyom. Most csak azt is csak azért, mert ha tafrina lesz, az biztos, hogy ott lesz. Tehát megint jön a szisztéma, itt ráadásul még találok egy hajtórügyet, kifelé álló rügyre, ezt pedig visszaviszem rövidre. Tehát gyakorlatilag nem hagyok itt semmi ennyi viszket, vackot. Egy szál vesző, kifelé álló, bocsánat, beremegett. Akkor nem kell olyan sokat revágni. Könnyen. És akkor ezen megfelelő távolságban, ez mindegy pendula, a termés majd egy kicsit meg fogja húzni, megint jön az a hatás, ami a szöldönél voltam, hogy ez a hajtás akkor erőteljes hajtást hoz, jövőre ezt innen úgy le lehet dobni, mint a sic, ugye itt is ugyanazt meg lehet csinálni, ezt kidobom innen a fenébe, katlan, megy tovább, ez is befelé nem nől. Akár jövőre ezt itt kidobhatom, visszajövök ide, itt van egy olyan, így szálvesző, megnézem vég, hol van, itt van hármas, úgy kifelé álljon, kész. Már rajta volt a tafrina, igen, levágtam. Ez egy, amikor úgy befejezzem ezt az árat is. Ez amúgy is. Tehát még egyszer csattog az orró, bátran, nem kell ezért félni semmitől. Oké, várják jól akkor. Álkapok az egyre. Menjünk oda le. Nem van, mert ez számolom, 50-szer. Tehát így néz ki egy átkörülés. Az időjárás, az befolyásolja azt, hogy mikor kell elkezdeni metszeni? Az időjárás mindenképpen befolyásolja. A fákat kímélni kell, fárszáru növényeket kímélni kell minden olyan időszakban a metszéstől, amikor fagy van. Mert a fagyba történt metszéssel sértem a szöveteit. Ugyanis
a fának a szövete, akármilyen éles eszközzel metszem is, akármilyen jó az ollom, vagy éles a fűrészem, roncsolom a fa sejteket, és ez fagykor nagyobb veszélyt okoz, mint amikor nincs fagy. De fagymentes időben bármikor lehet metszeni, akár karácsony, akkor, ha olyan idő van, vannak olyan növények, amikor már egy almás termésűeket elkezdenek karácsonyi ünnepek után, vagy január elején, ott csak a lényeg, hogy fagymentes idő, mert akkor olyan sérülést okozunk a növénynek, ami később visszaüt. Fekélyeket okoz a törzsön, az ágakon, tehát fagyást kárt okozok. Most elég hideg március első heteket élünk. Ilyenkor neki lehet állni ennek a műveletnek, vagy azért még várjunk egy kicsit a jobb időre? Az alapmetszéseket mindenképpen meg kell csinálni. Tehát amikor van egy elhanyagolt fám, a korona kialakítást ilyenkor kell megcsinálni, amikor vannak elhalt ágrészek, a fűrészt az általában csak ilyenkor szabad nyugalmi állapotba használni, tehát amikor másfél centinél nagyobb átmérőjű ágakat kell eltávolítanunk, akkor ugye ahhoz fűrész kell, gyakorlatilag azt nem szabad már később, mert nagyon sok lévesztességem van, tehát meg élő sejteket, nem nyugalmi állapotba levő, hanem életbe levő sejteket roncsolok akkor. Tehát a többi metszést az bármikor lehet csinálni. Talán ez az első tavaszi munkafolyamat, a metszés. Ha megmetszettük a fánkat, bokrunkat, szőlőnket, akkor utána mi lesz a következő feladat? Hát a legfontosabb feladat utána természetesen a növényvédelem. Az a növényvédelem, ami gyakorlatilag még a biotermesztésnek is alapja, a gyümölcstermesztésbe, mert ugye ilyenkor még nyugalmi állapotba levő növényt permetezek. Nagyobb dózissal csinálhatom a permetezést, nem okozok kárt a növénybe. A másik meg az, hogy megsporolok vele olyan növényvédelmet, amit már akkor kellene végeznem, amikor vagy friss hajtás, vagy virág, vagy netán már kis termés van, és valójában amit én elfogyasztok a termést, azt mérgezném azzal a növényvédelemmel. Tehát a lemosó permetezés fontossága, vagy esetleg többszöri mögismétlése még vegetáció előtt több fejlődési állapotban levő permetezést indokolatlanná tesz. Tehát nem kell azt akkor csinálni. Magyarul, amikor megjelennek a rovarok, megjelennek a szedhető gyümölcsök, akkor kevesebb permetezést kell végeznem, és kevesebb permetlevet kell használnom.